De és van valami sajnosotok? Valami jó sajnos szövegetek? Tévének dolgozunk. Sajnos. Jó, hát ott is kell, hogy legyen valaki sajnos. Nagyon pici gyere, gyere. Majd elrébb jövök. Jó, ez szépen volt. Ezt is elrébb? Jó. Ja, hogy a kompozíció jó legyen, ugye? Á, értem. Szóval akkor te vagy a kérdező. Oké. Jó. Jó, hát akkor téged foglak venni. Akkor én téged foglak venni. Te kérdezel, én válaszolok. Én oda válaszolok, te pedig ide kérdezel. Á, jó. Ez jó. Zárt lánc. Egy nagy lánc. Lánc, Eszter lánc. Köszi fesztivál ideje alatt ismét szövegeket láthatunk kiállítva a Liszt Ferenc téren, az Art Pool szervezésében. Galántai Györgyöt kérdezzük, hogy Ben Botyi és a Laza szövegek után sajnos István munkáit bemutatva beszéljen egy pár szót erről a jelentős művészről. Hát ez a sajnos István egy ismeretlen művész, mostanáig ismeretlen volt, most hál' Istennek már ismerjük, a szövegeink keresztül. Ugye a művészeket általában a műveiken keresztül lehet megismerni, és hát most már remélem, hogy létezni is fog sajnos István, sőt, azt is remélem, hogy hamarosan megszűnik, mert halálra unjuk a sok sajnosát. Sajnos. De valójában hogyan szerveződött ez a kiállítás? Úgy szerveződött, hogy minden évben mondhatni, hogy kell nekünk itt a Liszt Ferenc téren valamit csinálni, mert hogy itt székelünk, és minden évben az őszi fesztivál alkalmából megkapjuk a teret. Most a térnek egy térkiállítás az elég nehéz ügy, ugyanis a járókelők, a környezet lakói nem nagyon viselik el a művészetet a maguk környezetében, mert a hétköznapi használati tárgyakhoz és a hétköznapi szépségekhez vannak szokva. Most a táblák tulajdonképpen Ben Botyénak köszönhetők, mert ő táblázott először itt a téren, és hát mivel hogy kell, ugye azzal kezdtem, hogy kell valamit csinálnunk, törtem a fejem, hogy mi legyen az. Hát tavaly lazítottunk, idén megint lazítunk, de egy másféle formában. Tulajdonképpen minden művészt, ha bármelyik művészt megkérdezel, akkor azt fogja mondani, hogy ő mindig azt csinálja, amit a környezet sugall neki. Most ez a sajnos szó, ez annyira benne van a levegőben, hogy én tulajdonképpen az ötletet a rádióból vettem, aztán elkezdtem figyelni, hogy ugyanis néha végszavak, a sajnos az a végszó egy-egy műsor végén, és hát először megütötte a fülemet, hogy hoppá, sajnos, ez a legjobb szó, hát akkor legyen sajnos, de hát sajnos Istvánt nem tudom megmagyarázni, István illik hozzá, sajnoshoz, mások szerint is illik. Tehát a környezet adta ezt a lehetőséget. És valójában azért áruljuk el, hogy ez egy pályázat volt, nyitott pályázat, ahol bárki sajnos szövegekkel az Art Pool Galéria címére küldhetett írásokat. Igen. Te most szintén egy művet állítasz elő, hiszen párhuzamosan veszed ezt a beszélgetést. Mivel foglalkozik az Art Pool? Az Art Pool információkat gyűjt és információkat ad. Vagyis, hogy keresztül engedi magán az információkat. Tehát egyrészt, hát amióta van, azóta ezt teszi, egyrészt keveri a lehetőségeket, vagy keresi és keveri, mind a két szó igaz. Tehát létrehoz olyan helyzeteket, amelyből információ keletkezik, ez a sajnos pályázat is egy ilyen dolog. Sajnos nem volt, most már van. Sajnos István. És ezek a szövegek, hogyha valaki, most már sajnos bezár, de ha valaki végigolvasta ezeket a szövegeket, akkor láthatja, hogy ezek azért mégsem pont olyan szövegek, mint amiket a hétköznapi életben használunk, mert ezek ki vannak találva, tehát műként jelennek meg. Na most, hát hogy ebben mennyi az információ? Hát a mű az információ, amit aztán én itt még dokumentálok, és aztán megmarad az utókor számára, mert maguk a táblák megsemmisülnek. Most még valami, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy a világot látva mi informáltá váljunk,
ahhoz valamiféle koncepció szükségeltetik, ugyanis máshogy a világ nem mond semmit. Ez egy nagy káosz. Tehát ha van egy mondjuk keresőprogramot, hogy így mondjam, akkor a keresőprogramoddal találhatsz valamit. Ez esetben a sajnost. Szerencsére. Az Artpoolban milyen műsor, milyen események zajlanak jelenleg? Jelenleg van egy utazás projekt, ami performance-ban és videóban van elmesélve. Az utazás projektnek az a lényege, hogy valami módon összegyűjtse, ez is tulajdonképpen egy ilyen kereső program, hogy azt mondtam, hogy úgy gyűjtöm össze a performance dokumentumokat az egész világról, mintha utaznék. Tehát elvileg, hát mindenki ezt teszi, tehát tulajdonképpen azok a megoldások a legjobbak, az én tapasztalatom szerint, amelyek ilyen hétköznapi, magától értetődő jellegűek. Tehát ha én a világot meg akarom ismerni, akkor vagy repülőre ülök, vagy buszra, vagy kerékpárra, vagy lábbuszra, vagy postára, vagy kompjúterre, vagy internetre, vagy stb. Vagy videóra. Na most hát a performance, mint olyan, leginkább videón tud megjelenni, mert hogy időben történik. Tehát képekkel, leírásokkal sokkal nehezebb megközelíteni. Ezért gondoltam, mivel idén a performance a témánk az Artpoolban, volt egy csomó előadás már, kb. 6 előadás volt erről a témáról, különböző szakértők által, és még ez folytatódik évvégéig, még talán 3 vagy 4 előadás lesz. Körbejárjuk ezt a lehetőséget, amit a performance kínál. Hát egészen mondhatni, hogy a mindennapi élet legközhelyesebb megnyilvánulásától kezdve a színházig, a legszervezettebb megnyilvánulásig minden belefér ebbe. Ezen kívül pedig összefogja a többi műfajt is, úgy mint a festészetet, szobrászatot, az installációban, a környezetben, a zenét, a hangzásokban, a mozgást, a táncigyelmet. Szóval mondhatni azt, hogy hát erős túlzással, hogy a performance az a műfaj, amibe tulajdonképpen minden művészeti megnyilvánulás beleférhet. Most kérdezek valamit, de ne válaszolj rá. Milyen program zajlik most az Artpoolban? Mert az előbb rosszul mondtam el, és most azt kérdezem, hogy azt mondod, az internettel is lehet utazni. Te ezt hogy használod, és milyen lehetőségeket látsz egy képzőművész számára ezekben a számítógépes hálózatokban? Óriási lehetőséget látok, de egyelőre tegnaptól kezdődően már hozzájutottunk az internethez, de még nem tudunk róla semmit. Szóval egyelőre a hálóban benne vagyunk, várjuk a címünket. Ennyit tudok róla mondani. És terveid nincsenek, hogy kapcsolod szerintem? De vannak terveim. Én azt gondolom, hogy az, amit az internetben majd csinálni lehet, az nagyon rokon azzal a dologgal, amit a Mailartban lehetett csinálni, vagyis hát ez is posta, csak ez telefonvonalon keresztül működik, és hihetetlenül gyors. De végül is ez is csak egy eszköz, ahogy a posta is egy eszköz, a Mailart hálózatok is csak egy eszközként voltak érdekesek, vagy lehetnek maradandóak. Tehát én azt gondolom, hogy ezek mind eszközök. Tehát minden azon múlik, hogy van-e a fejünkben valami. Ha nincs semmi, hát akkor nagy szemétláda lesz az egész. És nem látsz beszélyt abban, hogy ez az egész kultúrát meg fogja változtatni? Ez miért veszély? Hál' Istennek! Semmi veszély nincs. Nagyon boldogító, hogy megváltozik minden. Ez nagyon, nagyon változásra érett a helyzet. És remélem, hogy megváltozik. Nincs benne semmi rossz. Nem kell félni. Eszközök? Kappától fél a paraszt? Nem. Hát akkor... Oké, köszi szépen, ez jó lesz a másik pozitó. Készen vagyunk? Mibe akkor én készen vagyok. Te készen vagy. Köszönöm. Te is.